A kultúra, az információ és a zene találkozik össze a könyveken keresztül november 2. hétvégéjén a Győri Nemzeti Színházban. 40 kiadó és kiállító várja az olvasás szerelmeseit a standoknál, az előadók pedig három helyszínen, a nagy színpadon, a pódium színpadon és a kisfaludi teremben számítanak a közönség figyelmére. A szervezők célja idén a fiatal generáció érdeklődésének felkeltése volt, és az ünnepi szónok is ezt a szándékot emelte ki a megnyitón. Fontos ez a mi életünkben, hiszen már a gyerekek talán egy kicsit el is felejtették, hogy mennyire jó olvasni, mennyire jó elővenni egy könyvet, annak az illatát érezni, várni azt, hogy a következő oldalon mi történik. Szóval nem csak az internetből táplálkozni, hanem elővenni azt a materiális anyagot, amit ma a világon könyvnek hívnak. A Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár októberi gyermek- és ifjúsági irodalmi sikerlistájának élén található József Attila díjas költő Varró Dániel kapta a szalon alkotói díját. A népszerű irodalmár szerint a vers nem magasztos, hanem otthonos és barátságos legyen, hogy mindenki megértse. Azok az ászok, akik a lírát írják, és akinek alkotó területe a próza, az a tehetségét nyilvánvalóan elaprózza, úgyhogy sok-sok verses könyvet vegyetek, húzzák le a súlyos verses kötetek a retikülöket, kabátzsebeket, tasókat, ezt üzenem a nyári olvasóknak. A 11. Győri Könyvszalon eseményeiről szerdai műsorunkban láthatnak bővebb összefoglalót.